Egy gólos vereséget szenvedett Debrecenben a Csíkszeredai Sportklubba a Jégkorong középszakaszában. A három mérkőzéses Magyarországi kiszállás első állomása nem sikerült jól a kék-fehéreknek. Noha a második harmad után még kettő egyes előnyben voltak, az utolsó játékrészben két gólt is ütöttek a debreceniek, akik így 3-2-re megnyerték a találkozót. A rájátszás előtt az első helyre hajtó csíkiak számára nem jött jól ez a kudarc, bár még javíthatnak a kiszállás két további állomásán, az Újpest és a Ferencváros otthonában. A sportklub jelenleg a tabella második helyét foglalja el 9 ponttal a 11 pontos Ferencváros mögött.